Negyedik fejezet. Az MT4 felület teste szabása. Ebben a részben az MT4 platform teste szabásának legfontosabb részleteit mutatjuk be, illetve azt, hogy mely gyors billentyűk használatával teheti ezt meg. Mindenek előtt vessünk egy pillantást az eszköztárra. Ha nézetmenü eszköztárak menüpontjára kattint, kiválaszthatja, hogy melyik funkciókat jelenítse meg, vagy rejtse el az eszköztáron. A testre szabás opcióra kattintva beállíthatja, melyik gombokat jelenítse meg, vagy rejtse el. Ebben az ablakban az egyes gombok elhelyezkedését is beállíthatja, és más gombokat is hozzáadhat, amelyek alapértelmezésben nincsenek megjelenítve. A program az összes végrehajtott módosítást automatikusan elmenti. Ha megnyomja a billentyűzeten az F11 billentyűt, a chartablak kivételével a platform összes többi része rejtve marad. Az MT4 ügyfélterminálja ugyanúgy működik, mint a Windows operációs rendszer, vagyis ugyanúgy zárhatja be, bővítheti ki, vagy mozgathatja az ablakokat. Ha többet szeretne megtudni az MT4 felület egyes részeiről és ezek testre szabásának lehetőségeiről, azt javasoljuk, nézze meg a különböző MT4 részeket bemutató oktató videóinkat. Ha például azt szeretné megtudni, hogyan szabhatja testre a chartablakot, tekintse meg az erre a témakörre vonatkozó videónkat. Most nézzünk meg néhány hasznos billentyű parancsot, amelyekkel leegyszerűsítheti a felület vezérlését. Az F1 billentyű lenyomásával az MT4 felhasználói kézikönyvét nyithatja meg, ami a felület használatával kapcsolatos témakörök széles választékában nyújt segítséget. A felhasználói kézikönyvben a kulcsszavas keresés segítségével megkeresheti a kívánt témakörre vonatkozó magyarázatokat. Ha például beírja a gyors billentyűk szót, a kereső minden olyan fejezetet felsorol, amelyek tartalmazzák ezt a kulcsszót. Ha rákattint a gyors navigáció főre, megtekintheti az összes gyors billentyű listáját, amelyek felgyorsítják az MT4 felület használatát. Köszönjük megtisztelő figyelmét!